Szeretnék köszönteni mindenkit a július elmondás alkalmából, és pár szón, mint bevezetőképp ezt én tartanám most így meg. Amatőrként olyan, mint ti, akik együtt gyakorolunk, együtt szenvedünk az ülések alkalmából, és el szeretném az én véleményemet mondani, illetve indítatásomat, hogy mi véget kezdtem ezt csinálni, és mi véget szeretnék továbbra is ilyen dolgokkal foglalkozni, a meditációval. Hát nálam ez volt a legnagyobb érdekesség, hogy én nekem a félelem indított erre. Gondolom, ez nagyon ismerős sok minden, és sok embernek közületek. A félelem a haláltól, az egzisztenciális dolgoktól, tehát egyszerűen mindenben átitatott egy kicsit, és egyszer elkezdtem gondolkodni azon, hogy miképpen lehetne ettől megszabadulni, hogy ez ne itass rá a mindennapi életemet, és könnyebben tudjak felkelni, könnyebben tudjak lélegezni, és ugyanígy könnyebben tudjak ez emberekkel is foglalkozni. Ez a félelem, ez hasonló, mint a halál, az élet is. Ez van. Csak mi adunk nevet, van. Tehát normális egy dolog. Tehát ezzel valamit kezdenünk kell. Gondolom, mindannyiatok ugyanígy gondolkodtok, egyiknek ettől fél, másik attól, de valójában, amikor kicsit lélyebb ásunk az egész dologba, abban a pillanatban érezzük, hogy ez valami sokkal mélyebb dolog. Ez szavakkal nem lehet kifejezni, és van. És sajnos a mai világban azt is észrevesszük, hogy nagyjából átmanítatva az egész rendszer, az egész életmód, maga az életünk. Reggeltől, délig, este, mindenhol. Gyerekkortól, iskoláskortól, egyetemistakortól és további kapcsolatokban is. Ez engemet nagyon-nagyon megrendített, és próbáltam valami módon, hogy ezen túl tudjak jutni. Elkezdtem meditálgatni egy kicsit, próbálgatni, de nem volt olyan szinteken, amelyik ezt meg tudta volna oldani. Reggel ugyancsak az a gombóc megvolt a gyomromba, és félelemmel ébredtem tovább. Ekkor arra gondoltam, hogy komolyabban kellene, sokkal, de sokkal többet kellene gyakorolni, és kevesebbet figyelni a rendszerben lévő negativitásokra, amely nap mint nap, akár a médián keresztül, akár az írott sajtón, online sajtón, mindenfelre valójában átitat bennünket. Gyakorlatilag úgy vettem észre, hogy minthogy ez manipulálva lenne. Tehát manipulálva van azáltal, hogy talán könnyebben vagyunk manipulálhatók, könnyebben tudnak irányítani bennünket. És föltettem ezt a kérdést, hogy muszáj ennek így lenni. És ezután nap mint nap ezen gondolkodva újra és újra felébredtem, és éreztem, hogy valamit tenni kell ezáltal. Ezután megismerkedtem többféle technikákkal, de egyik se tudta ezeket a dolgokat nekem megadni. Tehát nem tudtam felszabadultan reggel felkelni, és más emberekkel kapcsolatban lenni. Ez valójában csak akkor sikerülhet, mikor a tudat egy kicsit le van nyugodva. Hát ezt nem tudtam elérni. Ezután úgy gondoltam, hogy megpróbálok emberekkel találkozni, akik hasonló dolgokon mentek keresztül. Nagyon sokat bújtam az internetet is, és próbáltam ilyen fajta információkhoz jutni. De hát ott is úgy van, hogy annyi fajta féle információt kaptunk, hogy valójában nem tudunk dönteni. És talán ez az egésznek úgy mondhatnám a rákfenéje is, hogy annyi információ villan a szemünkbe, hogy elvakulunk. Nem tudunk dönteni. És ki kell próbálni. Tehát egy tanácsom lehet arra, hogy ezeket a dolgokat gyakorlatban kipróbálva talán így könnyebb eljutni abba az állapotba, hogy ez a félelem, ami átitat minden egyes sejtjét az embernek, ez valahogy kimossa magából. És mintha ez sikerül, akkor talán előrébb tudnánk jutni egy kicsit. Tehát ez volna a fő indíték, ami véget én megpróbáltam ezzel a meditációval, és
valójában zen fajta meditációval meditálni. Köszönöm szépen, és átadnám a mikrofont a Csongán Szunilnak tovább. Szeretettel köszöntök mindenkit ma este, és fantasztikus megnyitót hallottunk. Van egy olyan mondás, hogy a félelem mindent visz. A félelem, a bűntudat, az amikor megnyitsz magadban egy feneketlen vermet, abba beleesel, és látszólag nincs vége és nincs feneke, nincs kijárata. De a gyakorlat, amikor elkezded igazi önmagadat megismerni, megtapasztalni, az valahol azt eredményez, hogy egyszer csak kihullasz a gödör alján. Egyszer véget ér a fekete alagút. És csak akkor, amikor a tudatodban lévő akadályokat elkezded felszámolni. A zen nem foglalkozik túl sokat pszichológiával, a tudat jelenségeit igyekszik közvetlen módon látni. És a szútráinkban nincs sok elemzés. Inkább az a tanítás mutatkozik meg, amely túlmegy félelmen és örömön, életen és halálon, jón és rosszon. De a meghaladó bölcsesség szíve szútrában mégis van pont egy nagyon fontos sor a félelemről. Ezt ebben a templomban naponta háromszor énekeljük, mert nem árt, ha emlékszünk rá. Tehát Avalokiteśvara Bodhisattva, amikor a meghaladó bölcsességben időzik, és akkor jön a szútra végig. Mivel akadálytól mentes a tudata, rettenthetetlen. Ez már a sok-sok egyéb tanítás után van. És itt van egy érdekes egyenlőség. Az akadály az a félelem. A félelem az akadály. Tehát ha akadály az élet, félsz az élettől. Ha akadály a halál, félsz a haláltól. Ha akadály az otthon, akkor az otthon levéstől félsz. Ha akadály a szabadság, az út, akkor az útra téréstől, az útnak indulástól félsz. És hogyha nincs akadály, akkor nincs félelem sem. De ehhez kell egy olyan irányultság, amelyben megismerheted, megtapasztalhatod az akadálytól mentes tudatot. Ebben az emberi testben nincs 100%-osan félelemmentes lét akkor, hogyha a felébredés műve nem teljes. Amíg a mulandóságnak, a feltételhez kötöttségnek és a tökéletlenségnek vagy befejezetlenségnek bármi horga van bennünk, addig félünk. Félünk a mulandóságtól, félünk a függőségeinktől, félünk attól, hogy nem tudunk tökéletesen megfelelni saját és mások elvárásainak. És csak akkor megy ez el, hogyha ráébredsz, megtapasztalod, megéled azt, amely nem múlandó, amely nem tökéletes vagy tökéletlen, és amely nem függ semmitől. A jó hír az, hogy az emberi testben elérhető. Rossz hír nincs, csak rengeteg a munka vele. És ez itt a munkahelyünk. Itt vannak a munkatársaink. Úgyhogy, ha ezzel kapcsolatban bármiféle munkaköri kérdés merülne föl, akkor ezt tessenek bátran föltenni. Mondd. Miből áll a munka? Mit szeretnél elérni? Félelemtől, akadálytól mentes tudatot. Akkor a munka abból áll, hogy megszabadulunk a félelemtől és az akadályainktól. Hogyan? Pontosan úgy, hogy meglátod a létmódjukat, meglátod az akadályok és a félelem létmódját. Ahogy a négy nemes igazság, a tényt, az okot, a megszüntetés és a megszüntetés útját. Na most ezt így mindig négy felé kiteregetni, ez egy kicsit melós. Hogyha nincs más, akkor megtesszük. De hogyha az egyetlen egy pontba vissza tudunk jönni, ami ez a pillanat, és felfedezzük a tudat teremtő
alkotó, illetve lebontó és elpusztító mozdulatait, akkor ösztönösen intuitíve ezt gyakorolni tudjuk. Tehát a négy nemes igazság, ami szépen ki van terítve négy állítássá, az az Avatamszaka szútrában egyé válik, és azt mondja, hogy ha meg akarod érteni ennek az egésznek a természetét, a világ, magad, mások, akármi, akkor fogd föl egyedül úgy, hogy a tudat teremti. És ennek a tudatnak a megtapasztalása, a tudat teremtő mozdulatának, a megtartó erejének és a lebontó tevékenységének a megtapasztalása, az a munka. Tehát hogyan hozom létre a saját depressziómat? Így, mint a dugóhúzó megyek bele. És úgy tűnik, hogy ezt valaki vagy valami kívülről osztja rám. És nem veszem észre azt, hogy ezt hogyan teremtem. Vagy az, hogy elkezdek örülni valaminek vagy valakinek. De valójában mit csinálok? Lehet, hogy csak projektálok? Lehet, hogy csak a vágyaimat tettem rá valakire vagy valamire? Megelőlegeztem valamit, ami esetleg nem jön el, és akkor az örömből hirtelen bánat lesz. Tehát nem látjuk át az érzelmeink, és a gondolataink, és a különböző érzeteink létrejöttét, maradását, és eltűntét. És innen van a szenvedés, ezt hívta a Buddha avidjának, vagy nem látásnak. Aztán ennek rengeteg változata született, a nem tudás, amely mostanában, ahogy hallottuk Olivertől a bevezetőben, pont az ellentétjére vált át, ez pedig az információ teljesen kaotikus volt, hogy nem tudsz dönteni, nem tudsz választani. Tehát a nem tudás helyett inkább téves nézetek garmadájáról, ugye, sok-sok ezer terabájtjáról van szó, és ezektől a téves nézetektől aztán rettenetesen lehet szenvedni, mert ezek aztán nullává és egyé degradálják le a tudatodat. És hogyha ezt a munkát megláttad, akkor valami fantasztikus nagy dolgot fedeztél föl mindenki. Méghozzá azért, mert egy belső úton elindulsz, ami a külvilágban az utadat ugyanúgy egyengeti. És rájössz, hogy ez a két út, ez nem különbözik. Tehát a belső és a külső, ez nem fog különbözni egy idő után. Amit magadban rendbe raksz, az a világban is rendben lesz számodra. És amit magadban nem raktál rendbe, ott a világ üt, ott mindig üt. És nem érti az ember, hogy miért kap olyan elképesztő erős figyelmeztetéseket, impulzusokat. Nem értjük, hogy miért fáj mindig ugyanott. Miért szakad föl ugyanaz a seb. És egyszerűen azért, mert azt még nem intéztük el. Attól még nem szabadultuk meg. Azt még nem láttuk át. Még nem láttuk át, hogyan jött az létre, hogy marad meg, és hogy nem megy még el. Minden mullandónak tűnik, csak az én karmám nem az. Hát ez nem jó. És persze, hogy minden mulandó, csak amihez ragaszkodom, amivel azonosulok, az addig velem van, addig lesz én, amíg el nem engedem. Tehát ezt megtapasztalni most mindenki. De hányan tudjuk megtartani? Hogy tudod ütés nélkül a tiszta tudatot minden pillanatban tapasztalni? És hogy működik számodra? Úgyhogy ez a munka. Amikor össze vannak kavarodva az érzelmek, a gondolatok, és azt hiszük, hogy kívülről jön, és közben pedig nem, akkor ez hogyan függ össze az üléssel? Tehát amikor leülök, akkor ott béke van. Nem jönnek, nincs ilyen problémám. Hogyan tudok mégis eljutni az ülés által oda, hogy ezt külön lebontva is tudom majd érzékelni. Még tovább kell ülni, és akkor majd lesz. Akkor majd följön. Tehát van egy nagyon békés, kiegyensúlyozott tudatod, és egy olyan sáv, egy biztonsági sáv, amit nem lépsz át. Tudatosan senki nem lépi át a saját ugye, küszöbét a veszélyzónába. De ezért kell a kérdés, hogy mi ez? Mi vagyok? Csak előbb-utóbb följön. Egy kis én tudat oda csapódik a tükörre. Egy kis ragaszkodás megmutatkozik, egy kis vágy kifröccsen. Van, akinek leül, és az arcába rögtön. Tehát az egy eléggé ritka eset, hogy ülsz, és nem ért. Miért van erre szükség? Hát olyan béke van. Na, ez nem rossz, és nem jó. De nem biztos, hogy mindenki van takarítva ez alatt a békés sáv alatt. És ezzel a kérdéssel szépen elébe menni,
és engedni följönni. Ugyanis a rossz hír az, hogy a tudattalanunk az a tudatostól egy hatalmas, egy elhárító mechanizmussal van elválasztva. Tehát elhárítjuk, egy teljesen szürke zónával úgy hárítjuk azt, ami jönne fölfelé, hogy külön mesterségek kellenek ahhoz, hogy ezek megmutatkozhassanak és följöjjenek. Tehát a meditáció az ez, egy a sok közül. És megkérdezed, hogy mi ez? Folyamatosan, ahogy a gyönyörű csillagászok az üres, látszólag üres űrbe beirányították a Hubble-t, és 7 nap alatt megteremtettek egy új univerzumot. Tehát elképesztő, mit láttak, ráadásul úgy, hogy eleinte a semmibe mutatott a távcső. Ez a Hubble Ultra Deep Field, hogyha valaki meg szeretné nézni. Tehát ugyanígy, nyugodtan irányítsd erre az üres, látszólag békés valamire a kérdésedet, nem telik el 7 nap, garantálom valami föl fog jönni. Úgyhogy innentől kezdve, ha az ülés nem, akkor majd az éneklés, vagy a leborulás, vagy a munka, vagy az, hogy valaki oldalba bök a folyosón. Tehát valami biztos, hogy fog történni. Miért? Mert arra irányítottad lelked szemeit, a tudatod tekintetét, hogy mi vagy. És azonnyomban a maradvány karma elkezd mocorogni, és csak idő kérdése, hogy feljöjjön. Megköszönjük, meglátjuk, elengedjük. És a kulcs az az, hogy mindig tér vissza arra a pontra, amely mentes ettől. És a mentes tudat az pontosan az az energia, ami a tantienetben van. A légzés önmagában nem elég. A légzés csak a tudat és a test kapcsolatát biztosítja. De a tudat stabilitását azt az a pont biztosítja, amit ha ebben a pillanatban megélsz és megtartasz, egyetlen gondolatod, érzelmed nem fog rajtad. A múltad, a jelened, a jövőd, bármit látsz belőle, nem fog rajtad, mert a tükröd tiszta marad, nem fog tapadni hozzá. Ez fiziológiailag a tantien, vagy tanjon, kurva jó. Energetikailag pedig az, ami még nem differenciálódott félelemmé, egyéb érzelemmé, beszéddé, gondolattá, érzékszervi hatásokká. Tehát ez az a pont, ami testben megélhető, tudatban tapasztalható, és erre gyúrunk, kérem szépen. Más kérdés? Jól érzékelem azt, hogy nagyon sokan jóformán ragaszkodnak a félelmeikhez, de cipelik, úgy cipelik magukkal életükön, ezen az életükön keresztül, hogy megszabadulhatnának bizonyos félelmektől, vagy akár megmagyarázhatatlan félelmektől, tehát szorongásoktól, de inkább megtartják, mert az a kis biztonságos pocsolya, az ő kis félelmekkel teli életük, az akkor biztonságos. Ez így van, tehát van egy ilyen része is, de most menjünk mondjuk egy sokkal, de sokkal látványosabb területre, ez mondjuk az extrém sportok, vagy olyan kockázatvállalások, vagy elképesztő, ami úgy kicsit hormonvezéreltebbé teszi az életet. Tehát akkor érzed magad nagyon életben, amikor mondjuk küzdesz, és valamiért küzdeni, és valami ellen küzdeni, az ebből a szempontból, a hormonállapot szempontjából teljesen mindegy. Tehát az, aki egy krokodil elől átúszta a tavat, az biztos egész másképp jön ki, mint aki ugyanazt a távot leúszta egy úszómedencében. És akkor meg lehet azt magyarázni, hogy miért érezzük magunkat nagyon jól, és egyszerre nagyon rosszul a félelmeink közepette. Ismerjük őket, tudunk ellenük küzdeni, valójában nem akarjuk, hogy megszűnjenek, mert akkor a high, ugye, elmúlik. Szeretünk félni, és utálunk félni egyszerre. Nézd meg, tehát megnézzük a horrorfilmet, megnézzük a komédiát, megnézzük a thrillert, megnézzünk mindent, csak azért, hogy úgy érezzük, hogy életben vagyunk. Hogy van kapcsolatunk a testtel, használjuk a testet, van kapcsolatunk másokkal, van kapcsolatunk a világgal. Az érzékszervekhez kötött élet érzékszervi tapasztalatokat kíván, ezért is vettük fel a testet. És bármi áron. Tehát a legnagyobb, ahogy mondtam, a legnagyobb dolog itt tényleg a félelem, mert a félelem mindent visz. És nézd meg, az előző kérdésből kiderült, hogyha úgy béke van, úgy nagyjából nincs semmi. Na, ettől félünk a legjobban. Minden más félelem ennél kisebb. Konkrétabb, megtarthatóbb. Jobban lehet harcolni ellen, mert ott van.
Tudod? Tehát nagyon sokféle módon tudjuk az életünket élni, de hogyha látszólag semmi nem történik, akkor azt nem bírjuk. Tehát voltak ilyen kísérletek a New Age hajnalán Kaliforniában, egy ilyen fiziológiás sóoldat, testhőmérsékletű, szkafanderbe beletettek embereket, minden érzékszervük le lett zárva, tehát nem volt hallás, látás, szaglás, tapintás, ízlés, így mindenki volt ütve, és hogyha nagyon szomjasak voltak, akkor lehetett így szipókán valami vizet. És ki sem merült a 6 órányi vízkészlet, az emberek pár óra után ideggörcsben jöttek ki, és egyszerűen azért, mert nem bírták az ingerszegény érzékszervi hatásoktól mentesített életet. Túl gyors volt. Tehát olyan elképesztő reakciók voltak, amelyek ilyen halálfélelem, ilyen görcsölés, ilyen spazmusok, őrület, minden, amit akarsz. Kinél 4 óra, kinél 6 óra, előbb-utóbb bejött. És nem bírták. Úgy érezték, hogy semmiben vannak, és ők semmivé lettek, mert nincs szem, fül, orr, nyelv, test és értelem. Ismerős? Na most mi ezt úgy próbáljuk meg, hogy a semmi és a valami meghaladó állapota. Tehát ezért mondjuk azt, hogy ne várd azt, hogy túl sokáig gondolat vagy érzelemmentes lesz a tudat, de egy olyan tudatot érj el, amely nem függ a gondolatok és az érzelmek jelenlététől, avagy hiányától. Így már jobb. Tehát egyik szélsőség sem működik. Sem a semmi, sem a valami vagy valamik szélsősége nem működik. Nagyon-nagyon érdekes kreatúrák vagyunk mi humanoidok. Tehát ezt hogy sikerült létrehozni, így, ezt a pszichofizikumot, hogy ez a tudat, ez a lélek, ez a test, tehát ez a mentáltest, ez a karmatest, ez a fizikai test, ez valami elképesztő. Tehát akárki csinálta, akárhogy hoztuk ezt az egészet létre, akárhogy bújtunk bele, nagy munka. Nagy munka. És azt kell megnézni, hogy az inkarnációdat mire tudod így fordítani. Mi az a cél, amiért itt vagy? Mert valószínűleg, ha már fölismertünk valamennyit ebből, nem a félelmeink között szeretnénk egy hormonvezérelt életet élni, hanem valami minőségibbet, magasabb rendűt, választhatóbbat, kevésbé szenvedőt és kevésbé szenvedést okozót. És akkor talán több értelme van, több haszna van, egy picikét több fény van benne, talán kevesebb szenvedés, talán egy picit felébredettebb a dolog, és kiderül, hogy ha ezt magadban így megengeded, hogy ez létrejöjjön, hogy letisztuljon, azonnyomban jön hozzád a világ. Azonnyomban, kérlek segíts rajtam. És hirtelen akkor addig te voltál a probléma, és te leszel mások megoldása. És ez mind lehetséges a maga hétköznapi nyugodt valóságában, anélkül, hogy ezt külön hirdetnénk. Tehát tudsz menedék lenni, és nem pedig menekült a saját utadon. Mert a félelem az ugye menekülté tesz. Okay. Más kérdés? Nagyon sokszor beszélünk arról, hogy az ember rossz karmákat hoz magával, de én úgy gondolom, hogy jó karmát is hoz. És magam körül is azt vettem észre, meg magamon is, hogy az emberek félnek a jó dolgoktól, és inkább elmenekülnek ebbe a depresszív állapotba, és nem veszik észre a jó dolgokat, hogy ez miért van. Hát egy részük tényleg menekül a jó dolgoktól, más részük pedig az Istenek nem akar elengedni. Hát nézd körül, hát azért az emberek többsége, mihelyt van egy kis anyagi biztonsága, mihelyt van egy kis öröme, mihelyt van egy jó kis párkapcsolata, azt lehetőleg tartson örökké. Aztán van egy olyan réteg is, amelyik megpillantja, na. Tehát tapasztalt mulandóságot, úgyis el fog múlni, tapasztalt tökélet, senkinek nem leszek elég jó, és nekem se lesz jó senki. Tehát ilyen tökéletlenség, és az, hogy Úristen, elkezdünk függeni egymástól, hogy adok, kapok, és mi van, ha egyszer nem kapok? Mert akkor nem is adok, munka nem is kell. Tehát amikor ettől elkezdtünk félni, akkor ahelyett, hogy energiát gyűjtenénk, és ebből adnánk, energiát veszítünk, és egy ilyen fekete
örvénylő lyuk leszünk, és akkor abba teszik bele a mások, a szomszédok, a szülők, ha gyerekek vannak, akkor meg azt ugye, csinálják, teszik bele az energiát, hogy minket valahogy jobb kedvre derítsünk. Nem, én akkor is. Tehát ilyen problémák vannak, és akkor egyszer, most Sung San Zen Mester egyik válaszát szeretném idézni, akinek azt a kérdést tették fel, kórházban fekszik egy ember, minden rendben van, de nem hajlandó fölkelni, és amikor valaki azt mondja neki, hogy te, hát gyere, én már mindent tudok, ez így nem érdemes, nem éri meg, én már mindent értek, értem az életet, a halált, ez így nem éri meg, ez így nem kell. És megkérdezték Susan, hogy mit csinálna vele? Mit csinálna vele? És erre azt mondta, hát befognám az orrát. Hát, az, és akkor a kérdező még mindig nem értette. Sir, miért fogná be az orrát? És akkor szó szerint szükszön, hogy ilyet csinál, mert akkor nem kapna levegőt, és ilyet csinál, hogy magyarul kibillenne ebből az állapotba. Megtudná, hogy azért mégsem értett meg mindent, mégsem szabadult meg mindent, ez a test még rajta van, tehát azért nézzünk ide. Tehát minden gödörnek az alján ki lehet hullani, minden állapotból ki lehet jönni. Akarni kell csak egy picit belül, nem ezzel a zével, majd én, nem. Mit szeretnél? Emlékszel az ilyen beszélgetésekre? Bejön valaki, és probléma. Oké, mit szeretnél? Na, ha megválaszoltad ezt a kérdést, akkor már vége a depinek. És megkérdezheted, hogy ha azt mondja valaki, hogy semmit sem, akkor hogy van vége? Akkor úgy van vége, hogy ha szerintem már a semmit elérte, akkor adja ide. Mert akkor én is szeretnék belőle, nekem még túl sok mindenem van, szeretnék egy kis semmit. Osszuk el. Ha meg nincs, akkor még tessék dolgozni, érte, hogy tessék a semmin dolgozni, és még a depitől is megszabadulni, mert azért nincs meg a semmi, mert még a helyén oda költözött a depresszió. Akkor depresszió el, és jönne a semmi, de hát a helyén óriási öröm van, benne a vákumban, és akkor egyszer csak megjelenik. Tehát mit szeretnél? Meg kell tudni válaszolni a kérdést. Ha nincs válasz, befogom az orrodat. Tehát ez egy nagyon fontos, hogy levegőt! József Attila levegőt című versét elszavalja, stb. Emlékszünk, régi poén. Tehát ez egy nagyon-nagyon fontos dolog. Válaszold meg a kérdést, hogy mit szeretnél. Itt nem gond, ha vágysz valamire. Jó? Csak egyenesen tovább, és nem így ilyen örvénybe bele. Tudod? Elkezd az ember örvény lenni a magasságba, és akkor... Okay. Egy teaházi beszélgetésre szeretnék egy kicsit visszautalni, és kérdezni azt, hogy férfi és nő azonos, különböző, és vagy mi van a kettő között? De milyen teát ittunk akkor, nem emlékszem? Előbb én kérdeztem. Hány éves vagy? Szerintem ez mindegy. 18. Mert szerintem már tudod, hogy mi a különbség a férfi és a nő között. Ennyi idő alatt megismerted? Most miért engem kérdezel? Frappánst választottál, és úgy gondolom, hogy gondolatébresztő lehet másoknak is. Ez halványul a fogalmam sincs, mit válaszoltam akkor. Azad mondom, a teától függött, nem tudom, mit ittunk. Mit ittunk? 10 000 szerencse. Akkor nagyon jó választathattam. Köszönöm. Nagyon szívesen. Reménytelen, hogy bármi egyebet idéz a múltba. Tehát kész. Teljesen, abszolút. Ez nem olyan, hogy teljesen el van felejtve. Tehát le van téve alá, hogy
a tudatküszöb alatt süt, főz, takarít. Tehát én ilyenekre nem emlékszem. Ez rendben van. Most mit mondanál erről? Te nő vagy. Tudod, mi az a nő? Nem. Nem hiszem. Nem hiszem. Még a Dávidot meg kéne erről kérdezni, mert biztos, hogy neki sokkal közelebbi információja van erről. Tehát azért... Természetesen ilyen zen megközelítésből gondoltam. Nem. Na de lelkem, nincs zen megközelítés. A férfi férfi, a nő nő. Mire vagy kíváncsi? Mit akar a nő, mit akar a férfi? Mit akarsz te, mint nő? De most mit kérdezünk téged? Most ez túl közel jött. Nem tudunk az általános zensíkon megmaradni. Tudod miért? Mert nincs. Vagy te, mint nő. Van Dávid, mint férfi. Vagyunk itt egy rakáson, mint férfi, nő, stb. Nincs általános megfogalmazás. Nincs egy olyan kényelmes abstrakció, amit magunkra húzhatnánk, és akkor mi azok vagyunk. Nincs olyan, hogy mit akar minden férfi, és mit akar minden nő? Hát végképp nincs. Genetikailag? Úgy meg tényleg nincs. Oké. Mit akarsz te, mint nő? Az van. Oké. Na, mit akarsz te, mint nő? Általánosságban tudok válaszolni. Na, az nem az. Meghagyjuk a jövőre, majd kicsit kikristályosodik, jó? További kérdés? Vigyázzunk, mert a kérdezet visszakérdez. Hát időnként rá szoktam csodálkozni arra, hogy a magyar nyelvben megnyilvánul valamilyen mély bölcsesség, és ez a félelem szóban is megjelenik, ami azt hasonlít a kétség szó, ami azért valamennyire rokon, és mind a kettő arra utal, mint hogyha valami egésznek a hiánya lenne, valami ketté választottság lenne. De minek a hiánya akkor a félelem? Hát az elemnek a hiánya. Tehát, hogyha nem vagy elemedben, akkor félsz, mert fél elemed van. Le kell menni a boltba, és venni egy egész elemet, és akkor elemedben leszel. Tehát, mi az embernek az eleme? Ez a kérdés. És nem akarok márkákat mondani, mert nem vagyunk reklámfelület, nem is leszünk. De mi az elemünk? Mi az, amiben otthon vagyunk? Akár úton, vagy akár házban. Mi az, ami tényleg mi vagyunk, akár nő vagy, akár férfi? Mi az az emberi elem, az a lényeg, ami tényleg a miénk, és amiben menedéket lehet venni? Akár élünk, akár halunk. Tehát, hogyha ez az elem, ez világos, és ez az önvaló tényleg egy megélt valóság, akkor nincs félelem, mert akkor eredeti, igazi elemedben vagy. Én a szexualitásról szeretnék kérdezni. Hát ez egy érdekes este lesz, Istú. Mondja, folytasd tovább. Hát csak így hosszan tudom föltenni a kérdést. Ugye vannak olyan buddhista irányzatok, ahol a tantrikus gyakorlatot használják, ahol ugye ez az energia, ez a vágy energia valamilyen módon valamilyen technikával, vagy ennek a technikának a hatására azt ígérik, hogy megzabolázható, vagy pedig nem vészel, csak átalakul valamivé, ami használható lesz. Ez az egyik, ami a kérdéshez tartozik. A másik az, hogy... Ezen kívül még tartozik hozzá valami? Igen, az, hogy, hogy szerinted mi a helyes viszony a szexualitáshoz. Tehát, hát jótól kérdezett, hallod, igen? Tehát ez a fajta vágy, ami ugye nagyon erős dolog, és nagyon erősen dolgozik az emberbe, és ugye olvas arról, hogy tehát ugye ez is a vágyak közé tartozik, mint az evéshez, vagy az alváshoz való... Az öt nagy egyike. Ragaszkodás, vagy és a nagyobb és a kisebb különböző vágyak, amik több-kevesebb sikerrel az ember megpróbál fogást találni. Most ez egy elég erős dolog. Tehát, hogyha nem gondolom, hogy erről lemondanék, akkor mi a... Igen, talán ez így lehet talán jobban megkérdezni, mi az ehhez való helyes viszony, vagy a helyes
mint a helyes beszéd legyen. Ez egy nagyon jó kérdéskört tette fel. Hát nézzük meg, hogy pontosan mi az, amit keresünk. És keressük az egyévválást, keressük a szeretetet, az elfogadást, a másikban való megnyugvást, rengeteg mindent keresünk a szexusban. Na most a kérdés az, hogy ha nem találjuk meg, akkor miért nem találjuk meg? Hát, hogy miért megyünk partnerről partnerre, miért hűlnek ki házasságok, miért mennek tönkre kapcsolatok, csak azért, mert az éjszakai üzemmód nem működik. Nappal még működhetne, de hogyha az éjszakai nem működik, akkor az pillanatokat gajra fog menni. Első kérdés, ugye, amit mondtál, hát nem csak, hogy nagyon komolyan dolgozik, hanem az alapvető túlélő reflex az a szaporodás. Tehát mihelyt beláttad, hogy mulandó vagy, azon nyomban szaporodsz, mert tudod, hogy magadat nem tudod megőrizni, de valahol az egódat át tudod örökíteni egy másik lénybe, gondolod te. Hát ez nem így működik, hogy csak úgy átklónozom magam, és akkor azt hívom gyereknek. A gyerek ez ellen nagyon tud tiltakozni, és pillanatok alatt kiveri a szülőből ezt az ideát, mert nincs mentál klón. Olyan, hogy bevonzol egy bizonyos karmát, olyan van. De visszatérve a lényeghez. Tehát az emberek, hogyha ezt is vágyból és egóból csinálják, akkor ami elképesztő fiaskó van, mert a testek találkoznak, de a tudatok és a lelkek nem. És ennél nagyobb szenvedés, kevés van. Van, de ez egy óriási szenvedés, hogy valójában nincs egyévválás, csak némi érintés, némi izommunka, némi nedv, és akkor kész. És akkor mi történt? Kifáradtunk. Vagy pillanatra egy ilyen energia föl, aztán gyorsan energia le. Tehát ugyanolyan probléma miatt nem működik a szex sem, hogyha probléma, mint amiért a mindennapi élet egyéb dolgai sem. Az a kőkemény, vaskemény egoitás, amit viszünk magunkkal, hogy én akarok boldog lenni. És itt alkalmazhatsz tantrikus technikát, taoista technikát, hindu technikát, akármi van még. Minden földrész meg civilizáció kidolgozta maga technikáját, de azt értsük meg, hogy ahogy a zen nem technika függő, egy egészséges szexuális aktus sem technika függő. Tudat és lélek függő. Tehát tudod-e gondolatilag, érzelmileg, testileg teljesen az egyévválást hozni, ami a magad átadása a másiknak, és a te boldogságod a másik boldogságából következzék. Meg tudjuk ezt csinálni. A technika önmagában üres és teljesen lényegtelen. Az, hogy a tudatod, a lelked hogy van-e közben, az az igazi kérdés. És ez fogja vezérelni azt a fizikai részt, amit technikának mondhatunk. Tehát megint az van, hogy a nyugati civilizáció ahelyett, hogy elvégezni a saját házi feladatát, behív olyan technikákat, olyan eszközrendszert, amitől úgy gondolja, hogy mechanikusan, hogy meg lehet oldani a dolgokat. És nem lehet. Nem lehet megkerülni a problémát. Tehát, ha te akarsz boldog lenni, akkor a másikat önkielégítésre használtad. Kész. Ha pedig a másik boldogsága az első, és ez kölcsönös, akkor egy olyan öngerjesztő és egymást gerjesztő folyamat indulhat be, ami működik éjszaka is, és bizony működik nappal is egy szempillantástól. Csak a szobában való jelenlét, és izzik a tér. És van, hogy a legbrilliánsabb technikától teljesen hideg marad az éjszaka, holott átszeretkezték az egészet, és gyakorlatilag semmiféle érzelmi egyévállás nem történt. Tehát vagy megsokszorozzuk egymás energiáját ebben a folyamatban, vagy pedig teljesen magunknak akarjuk megtartani, és akkor mind a kettő veszít. Mert ekkor kell nagyon-nagyon odafigyelni, hogy hogy működik ez, mert sűrítve pontosan ugyanazt kapod, mint a mindennapi életben szépen eseménysorokra, mondatokra és egyebekre kiterítve. Azért elképesztően intenzív ez, mert hatalmas érzelmi, fizikai és kognitív energiákat mozgósít. És az a vicc, hogyha az ember ragaszkodik hozzá, akkor teljesen bele tud égni, abszolút szét tudja magát zilálni ezáltal, ha pedig egyáltalán nincs az életében, nem tudja, mi az, hogy szerelem, mi az, hogy szeretet, mi az, hogy együttérzés, nem indul be az érzelmi dualitás, nem indul be a van és a nincs, az én és a más, és ez egy nagyon-nagyon komoly hiányosság. Hát ennek meg kell történnie, és valahol az a középút, az be kell, hogy álljon, ami mindenkinek a saját útján ugye kell azért, hogy ne legyen egyedül, ne legyen teljesen magányos egy ilyen
magába forduló vaskemény ilyen én mag, az, hogy fel tudjon oldódni. Az egyéválás elsődleges tapasztalat az ez. Utána pedig a fizikaitól szépen lehet finomítani az érzelmig, a gondolatig, és aztán pedig a térbelig. Ugyanis vannak olyan párok, ezt meg lehet nézni, hogy annyira erős ez, és annyira nagy ez a harmonikus energia, megjelennek egy adott térben, nem kell megszólalni. Ez teljesen látszik, hogy mi van kettejük közt. Az is látszik, hogyha nem működik, és teljesen ilyen láthatatlan üvegfallal vannak elválasztva, de ez az emberek 99,999%-án egy megkerülhetetlen dolog. Tehát fogadjuk el, hogyha ilyen testbe születtünk, akkor ezek az erőteljes alsó túlélő csakrák, ezek így működnek, hatalmas energiákat mozgósítanak, és a te dolgod az, hogy ezt meg akarod-e haladni egy idő után, vagy pedig ebben a körforgásban élni. Lényeges különbséget azért nem látok, mert nem az a lényeg, hogy a testeddel mit csinálsz, hanem az, hogy a tudatoddal mi lesz-e közben. Milyen tudattal jössz ki reggel a hálószobába? Milyen tudattal jössz ki az elvonulás végén a templomból? Milyen tudattal szállsz ki a testedből, amikor ennek az inkarnációnak vége? Ez a kérdés. Úgyhogy innentől kezdve lehet azt nézni, hogy ha nem működik, akkor miért nem működik? És valószínűleg valami nagyon-nagyon csomós egoitás volt ott, valami kőkemény karma, és azt bizony föl kéne dolgozni, és akkor ez az egyéválás gyakorlat is nagyon jól működne. Jó? Okay. What is weakness? And why even collapse down when there is a weak person beside me? What is strength? I don't know. That's... If you don't know what is strength, then you have no strength. That's the problem. Weakness is, of course, the absence of strength, but where does weakness come from? Weakness comes from division. Division. Strength comes from oneness. One mind, strong mind. Weak mind divided into 10,000 phenomena. 10,000 details, no strength. One strong thought, lots of strength. So you can see that sometimes successful people, strong people, are remarkably stupid. And the reason is, they don't really think, they don't differentiate, they don't analyze, they don't have that much logic. But they have one strong idea and they put all their energy into it. And that's why options make you weak. That's why too many choices make you weak. Too many zeros and ones make you weak. Too many eyes, ears, nose, tongue, body and mind, too much thinking, too much seeing, too much, all make you weak. Too much speech make you weak. Too many words make you weak. Too many details all make you weak. So get back to one mind, get the 10,000 dharmas back to the one, and that gives you strength. There is no special pill or powder or liquid that could do that to you. Your mind can. So now the next big question is, how do I not lose my cognition if I want a strong mind? The idea is that you come back to one, which is before thinking, you produce as many thoughts as you wish, as much as necessary, but you're not attached to any of them. You don't identify with any of them. You let them go, and therefore their energy returns to you. So if you create, make sure that you can also uncreate. That the energy comes back to you, your strength returns to you. So then, original strength never disappears. But if you divide your mind into 10,000 phenomena, then you feel weak. Okay? Good. Wonderful. More questions? Más kérdés? Bárkitől? Mitől lehet az, hogy valaki egész életen át nem találja meg a hozzá tartozó párt, és mindig vakvágányra fut az előző rossz karma, és ne is próbálkozzon, vagy honnan lehet ezt tudni? Vagy meg tudja a halálos ágyán, hogy igen,
ez így volt elrendelve. Mondja, te láttál már ilyen lényt? Igen. És aki a halálos ágyán megtudta? Jó, hát így nem. Még nem. Hát ez egy olyan sorozat, tudod, ezek a drámák. Na, ez nem valóságsó. Tehát ez egy nagyon hipotetikus dolog, de ahhoz a következőt kell tudni, hogy megold. Vannak olyan emberek, akik úgy jöttek ide le, úgy születtek meg, hogy van egy darab párjuk, belül hordozzák. Ott van a kép, ott van az érzelmi lenyomat, ott van a gondolatminta. Addig keresnek, amíg meg nem találják, megtalálták, megházasodnak. Ásókapa nagyharang. Az emberek többsége ilyen. Ez nem azt jelenti, hogy más nem passzolhatna bele kis difivel ugyanabba a formába, de ahogy mondom, nem személyes, de nagyon határozott belső lenyomat van arról, hogy a te párod ki legyen, milyen legyen, stb. Stb. Ezt mondom a nagy többség, és ez így rendben is van. De aztán vannak olyanok, akik lejönnek, és szinte bárki lehetne a párjuk, de mégsem választanak. Megmaradnak abban, hogy lehetne, de mégse. És van még változat ebből, az pedig az, hogy úgy jött le, hogy nem lesz párja. És ez be van fejezve. És akármennyire fúj a társadalmi elvárások szele, akkor se tudja ezt teljesíteni. Miért? Mert másért született meg. Nem azért született meg, hogy házasodjon, és vagy gyereket hozzon a világra, vagy egy párral együtt éljen, stb. Stb. Tehát ilyenkor, amikor látszólag kapcsolati probléma van, akkor ennél egy sokkal mélyebb gyökerű info kell, ez pedig az, hogy mi a dolgom? Az a dolgom, hogy legyen egy párom, megházasodjak, gyereket hozzak a világra, stb. Stb. Vagy valami egész más dolgom van, akkor meg azt kell csinálni. Tehát meg kell hajolnod azon döntéseid előtt, amelyek ezt a céltudatos, világos születést eredményezték. Mert sikerült megszületni emberi testbe. Ez nagyon nem könnyű. Hiába vagyunk 7 milliárdan, nagyon nem könnyű egy normális emberi testet kapni, felnőni egy viszonylag normális kultúrába, mert ha körülnézel a Földön, mi akármennyit panaszkodunk itt, még az országunk még eléggé normálisan működik azokhoz a szélsőségekhez képest, amik csak a körző 500 kilométeres kinyitásával így szépen berajzolhatók az eseményhorizontunkra. Tehát lehetnek itt különböző girbe-gurba dolgok, vannak is, de azért, ha megnézed, lehetne sokkal rosszabb is. Lehetne jobb is. Magyarul megszületni egy ilyen emberi testbe, ebbe a kultúrába nem könnyű. Miért tettük? Mi a célunk? És ekkor azt a kérdést kell föltennünk, hogy mi a dolgom? Mi a dolgom? Ha meg akarod változtatni, lehet. Tehát lehet olyat is, hogy te úgy szeretnél komponálni, mint Mozart, és úgy játszani a zongorán. Hát hány élet alatt, azt nem tudjuk, de el lehet érni. Azt is lehet, hogy egy nagyon komoly korábbi döntés, mivel minden üresség természetű, és energia és információs kvantumokból épül föl, ezért ezt meg tudod változtatni mindent. Mindent meg lehet változtatni. Kérdés, mennyi erővel, mennyi idővel, milyen áron, mindennek ára van. Tehát, hogyha kifizeted ezt az árat, akkor megvalósul. Kérdés, hogy akarod-e? Tehát, hogy mi a dolgom, az párosodik azzal a kérdéssel, hogy mit akarok. De először azt kéne megnézni, hogy mi a dolgom, mert abban benne lesz, hogy mit akarsz. Csak az, hogy mit akarok, hogy ő döngök jobbra-balra, és akkor nem tudok semmit. Mert vacillálok, opcióim vannak, nullák és egyek vannak itt hegybe, és az úgy nem működik. Tehát mi a dolgom? És abban benne lesz ez is. De hogy alapból mit hoztál le, azt látni kell. És hogyha engeded a lelkedet szólni, akkor az megmondja, kiírja szépen a kis képernyődre. Most ezt kell csinálni. Továbbra is ezt kell csinálni. 2 év múlva szeretnék megházasodni. Jaj, Isten, ments! Tehát akkor 4 év múlva akkor se. Tehát így, érted? Tehát ez ki van írva, csak nem fogjuk föl. Ez már ott van, csak le kéne takarítani a képernyőről a port. Oké? Okay?
De hogyha más az, amit az ember akar, és amit ad neki az sors, az élet, vagy valami? Más, akkor még nincs összhang a között, amit akarsz, meg amit lehoztál ide. De nincs külön sors, meg külön élet, meg ilyenek. Tehát ne azt gondold, hogy te a világ által egy ilyen teljesen nyomás alá helyezett humántartály vagy, és akkor ezt így feszülünk, mert akkor ennek kell lenni. Nem, meg kell. Mit hoztam ide le? Követtem, amit lehoztam ide, vagy változtatni akarok rajta? Ha változtatok, milyen áron változtatok? Mit akarok elérni? Egy csomó mindenen akarunk változtatni, ez világos. Tudod? De milyen áron? Mit szeretnék? Milyen irányba? Csak magamért? Másokért? Mi az egésznek a célja? Tehát ezt lássuk tisztán, hogy mi a dolgom, mit hoztam ide le. És akkor belül nyugi van. Belül valami elfogadás van. Ha el tudod magadat fogadni, lehet, hogy akad valaki, aki téged is elfogad odakint. Na, közeledünk. Mi? Ahhoz, hogy szeretetet kapj, ahhoz a szeretet minőségét magadban először föl kell ébreszteni, és végképp nem pusztán magad iránt, az elfogadásból lesz a szeretet. És nem ez egy ilyen önszeretet, tehát érted? Ez egy ilyen egészen öntelen szeretet. Jó? Tehát tessék a kérdéssel kezdeni, és gyönyörű válaszok jönnek. Egyrészt szecska, és ezt eldobod. Másrészt rudas, az meg úgy megy előre. Igen. Aztán jön a király. És ha mindig ugyanaz jön vissza. Akkor tovább kell kérdezni, mert túl rövid a sugár, nem fordul meg eléggé. Nem engeded a tudatot megfordulni, mindig ugyanazt vonzod be, mindig ugyanazt, ugyanazt, ugyanazt. Tehát relax, adj magadnak teret és időt. És hogyha kiengeded a tudatot, pórázát az ismeretlenbe, akkor olyan válasz jön, ami eddig nem. Mert nem a megszokott jött vissza. Mert engedted magad változni. Engedted a tudatot terét bővülni. Én többek között arra lennék kíváncsi, hogy nem sokat tudok még erről az egészről. De jó neked. Már... Sokkal jobb az életed. Szóval, hogy ez a zen buddhizmus, ha szabad így neveznem, ugye ez a tisztességes, nem? Az. Szóval, hogy ez tulajdonképpen egy vallás, illetve annak tartják a követői, illetve akik... Meg kéne kérdezni egy-két követőt, már engem is érdekel a kérdés. És hogyha igen, akkor hogyan viszonyul ez a többi valláshoz? Mert arra lennék kíváncsi, hogy elég sok vallás volt, istenek, istenségek, egy Isten, meg Krisztus, meg Buddha, meg minden, hogy ehhez hogy áll hozzá mondjuk rá a zen buddhizmus, vagy egyáltalán foglalkozik-e vele? Vallást is lehet belőle csinálni, de nem érdemes. Tehát azt kéne látni, és picit most szokásommal ellentétben általánosabban fogok fogalmazni. Ha megnézzük a nagy, most már világvallásoknak nevezhető irányzatok kialakulását, akkor azt látod, hogy volt egy ilyen lánglelkű valaki. Jézus, Buddha, Lao Tse, Mohamed, és még egy rakás hindu pátriárka, egy rakás szufi pátriárka, bárkit így nézel, egyszer csak volt egy szellemi ősrobbanás. És ez újraírta az emberről és a világról alkotott elképzeléseinket. Ez a szellemi ősrobbanás egy komoly spirituális fényt kezdett el kibocsátani, és ahogy az idő telt, úgy látszólag átadódott ebből valami a következő generációkra, de ahogy ez az idő telik, egyre hűvösebb ez az új univerzum. Egyre szilárdabb a benne lévő anyag, egyre konkrétabbak a nézetek, egyre szilárdabbak a vélemények, egyre vastagabbak a könyvek, egyre inkább kodifikálva van minden, egyre közvetettebb a megismerés, egyre távolabb a tapasztalat, egyre inkább a gondolatokkal és az egyéb ilyen indirekt dolgokkal szeretnénk pótolni a közvetlen spirituális megismerést. És ekkor a spirituális ősrobbanásból lesz egy vallásos univerzum. Amikor beállítottuk a hitnek a kényszerpályáit, ezeket hívják dogmának. Tehát innentől kezdve az, hogy vallásos vagy nem, ez csak annak a függvény, hogy meddig akarod az időt visszavinni. Vissza akarod vinni egész addig a keletkezésig, amikor Buddha, Bodhidharma vagy a Tang dinasztia beli nagy zenmesterek akkorát tudtak
a saját életükből adni másoknak, hogy az felért egy spirituális ősrobbanással, vagy egy új szupernovával. Mert Sung San Suu-nyin volt ilyen például. Tehát ő eredetiben hozta az egészet. Nem újra rágta valakinek a szellemi termékét. Tehát akiben ez megszületik, újra felfénylik eredeti mi voltában, a spiritualitásként, eredeti fényként, bármi ilyesmiként megélheti, aki pedig követi ezeknek a lenyomatát, azoknak a számára vallás. Tehát azt nézd meg, hogyha a múlt, jelen és a jövő látszat linearitását szépen visszasűríted ebbe a pillanatba, akkor egyszerre lehet itt és most számodra spiritualitás is, megélt primér tudati valóság, és lehet egy rakás vallásos nézet gyűjteménye, amit szépen bebiflázunk, követünk, megyünk tőle jobbra, megyünk tőle balra, és megpróbálunk ettől boldogok lenni. Ez is lehet. Tehát, hogy számodra hogyan működik, hogyan manifestálódik. És ettől lehet vallás is, spiritualitás is, út is, kötöttség is, bármi. Rajtad múlik, hogy a zenből mi lesz ebben a pillanatban. Az a jó hír, hogy lehetőségünk van a múltbéli gyönyörű elérések és pátriárkák miatt ezt eredeti mi voltában megélni. És ezért, amikor a vallások elkezdtek helyet cserélni, és mentek nyugatról, keletre, keletről, nyugatra, sohasem azt a terhet vitték magukkal, amit addig fölhalmoztak és vallásá merevítettek. Tehát amikor a buddhizmus nyugatra ment, akkor nem az 1700, 2000, 2500 éves történelmet mondták, ez átadási vonal függvény, hogy hova, mikor jutott el, hanem azt mondták, hogy ma, ebben a pillanatban megvilágosodhatsz. Egy életen belül elérheted a felébredést. Tehát frissítettek. Visszamentek az eredeti üzenetig. És amikor a különböző keresztény vallások mentek keletre, délre és egyéb helyre, ugyanez volt. Nem azt a tényleg szinte már elviselhetetlen civilizatórikus terhet, politikai, történelmi és egyéb ugye, békjókat vitték Ázsiába, Afrikába és Dél-Amerikába, azt mondták, higgy és ma vele vacsorálsz. Kész. És így meg tudták újítani legalább formailag az egészet, vagy gondolkodásmódjában az egészet, de ahhoz kellenek azok az emberek, akikben ez a fény eredeti tisztaságával és erejével ott van, felfénylik. És ezektől lesz az egész egy megélhető spirituális valóság, egy tudati hatalmas lehetőség. És ahogy egyre távolodunk ettől, úgy egyre inkább kódolva van, lecsavarozva van, szögletesítve van, stb. Stb. Rajtad múlik. Oké? Okay? Én azt szeretném megkérdezni, hogy azt látom, hogy az elmúlt 100 évben volt, amennyire ugye ráállása van ugye a mai embernek a múltra, volt egy ilyen változás. Tehát azt mondom, hogy az 100 évvel ezelőtti átlag embernek az élete, azt egy ilyen személyvonathoz tudnám hasonlítani, lelki értelemben a nagy változásokat. Most meg mi mindannyian, bárki a világban, rajta vagyunk egy ilyen hullámvasúton. Tehát az életünk egyik pillanatban, mondok egy példát, cégigazgatók vagyunk, minden jól megy, másik pillanatban meg már bárki az utcán lehet. És ez meddig fokozódik még? Vajon? Mert oké, rendben, hogy én gyakorlok, vagy bárki gyakorol, és magunknak jót teszünk ezáltal, de hogy attól függetlenül nem tudjuk 100%-ban kizárni a külvilágnak az ingereit. És hogy a külvilág meddig tud még felfokozódni? Vajon? Nagyon jó a kérdés. Két eset lehetséges. Maradjunk a hullámvasútnál, ez gyönyörű. Következő a lehetőség. Vagy lelassít a hullámvasút, vagy pedig szét fog esni akár a pálya, akár kirepülnek belőle az emberek, és agyonzúzzák magukat. Ezt visszafordítod a világ jelenlegi helyzetére, a klímától kezdve a gazdaságig, a népszaporulattól kezdve a környezetterhelésig mind erre a srófra jár. Vagy visszatérünk egy fenntartható fejlődést mutató középútra, vagy szét fogjuk rázni az egészet, és ki fogunk esni a saját civilizáción kabinjából, a hatalmas káosz, válság és egyebek ugye, oldalvonalára. És nagyon valószínű, hogy a Föld egyes térségei már ezt élik,
megnézed a különböző nagy városoknak a víz, a hőmérséklet, a föld, az egyéb ilyen válságtüneteit, ezek már mindenhol vannak. Tehát az széturbánosodott, a túlszaporodott civilizációk, azok mindig is elértek egy kritikus tömeget, és akkor jött akár egy társadalmi elégedetlenség, akár egy akut nyersanyaghiány, akár egy akut vízhiány, majáknál ez már megvolt, az egész közép-amerikai kultúrát ezt lehet látni, de kisebb húsvétszigetek például, vagy most a dél-amerikai városok, nézd meg Japánnak ezt az atom problémáját. Tehát ez gyakorlatilag olyan jelzés, hogy ez az emberi civilizáció, amit most 20. századnak, 21-nek hívunk, ez egy olyan irányba megy, hogy vagy visszatérünk egy középútra, ehhez most intenzíven lassítani kéne egy csomó mindent, lassítani kéne a népszaporulatot, lassítani kéne a széndioxid kibocsátást, lassítani kéne a termőföldeknek az elugarosodását, vagy egy csomó mindenben lassítani kéne ahhoz, hogy ezt a szörnyűséges mozdonyt, amit mi zabáltattunk tele gőzzel, ezt megállítsuk a fal előtt. És úgy tűnik, hogy bizonyos jelek arra mutatnak, hogy valamit el fogunk tudni érni, de korán sem eleget. Tehát pont ahol a legszegényebbek vannak, ahol a legtömöttebb a vonat, ott fog csattanni. Mert azokat védjük a legkevésbé. Tehát a legkomolyabb populáció központok, azok vannak a legjobban kitéve ennek az infrastruktúrális, szociális, klimatikus és egyéb válságnak. Tehát most már nem kell apokaliptikus proféciákat olvasni, csak ki kell nyitni a televíziót, meg elolvasni bizonyos nagyon komoly tudományos tanulmányokat, és onnantól kezdve világos, hogy itt szinte négyzetkilométerre lebontva pontosan mi lesz. Ennyire azért nincs lezsírozva a helyzet, még rengeteget tehetnénk, csak közös akarat kéne, és valahol egy önzetlenebb globális politizálás, meg egy kicsit tudatosabb helyi politizálás, és ez nincs. Ez nincs. Tehát ahogy nő a veszély, egyre jobban mindenki a saját érdekeit védi. Most ez van. Most ez van. És mennyire kell még a veszélynek és a válságnak növekedni ahhoz, hogy egy éntelenebb, kicsikét kevésbé egoista módon gondolkodjunk és cselekedjünk, ezt nem lehet tudni. Tehát mennyire kell fájjon ahhoz, hogy meg akarjuk változtatni a viselkedésmódunkat egymással és ezen a világon, nem lehet tudni. De hogy, ahogy kérdezted, az elmúlt 100 év egy nagyon komoly paradigmaváltás volt, a zenétől kezdve a nemzetközi kapcsolatokig. Tehát ami elindult már ugye a 19. század utolsó évtizedében, és aztán a 20. első évtizedében úgy nagyon belecsapott, hát azt nem lehet lezongorázni. Úgyhogy az az igazi kérdés, hogy te merre mész? A lelkeddel, a tudatoddal merre mész? Mit válasz el? Milyen tudatot engedsz meg magadnak? Úgyhogy valójában a világot nem tudod megváltoztatni. A világban igazságot tenni nem tudsz. A világon javítani nem tudsz. Magadon igen. A te magad belső igazságát tapasztalhatod. És onnantól kezdve, mihelyt ez a fajta belső béke vagy harmónia megvalósul, mihelyt magadban elkezdtél nagyságrendekkel jobban rendet tenni, valahogy a világ is megváltozik körülötted. És én ebben hiszek, különben ott lennék kint valahol ilyen aktivista zászlókat lobogtatva, vagy tüntetve jobbra-balra, vagy valami nagyon intenzív fizikai dolgot csinálva azért, hogy a formákban hozzak létre változást. És nagyon kevesen vagyunk, akik azt gondolják, hogy a tudatban kell először változást hozni, és minél minőségibbet, minél mélyebbet ahhoz, hogy a világod megváltozzon. Nem lehet a formák szintjén megfelelő eredményt elérni, mert körben jár minden. Ha a háborúval mell lehetett volna érni bármit, amit az emberek akartak, például a békét, a háborúval nem lehet békét elérni. Háborúval nem lehet fejlődést elérni. Háborúval nem lehet harmóniát elérni, vagy szeretetet teremteni. Tehát körben járunk a fekete és a fehér, a háború és a béke, a jó és a rossz, a van és a nincs dualitásaiban, és hogyha belül nem találunk egy másik utat, a tudat nem tudja ezeket meghaladni, akkor inkarnációk százain és ezrein keresztül ugyanezt fogjuk csinálni. A kérdés az, hogy kell-e? Hogy ez kell-e?
És hogyha valakinek ez kell, piszac benne fogja csinálni. Ha pedig valakinek nem ez kell, akkor viszont légy elég erős ahhoz belül, hogy meghaladd ezeket a trendeket, a társadalmi divatokat, azokat a, a társadalmi nyomás faktorokat, amik miatt te úgy érzed, hogy nem a saját életedet éled. Hogy valami olyasmit csinálsz, amit rád testált valaki, aminek valamiért engedelmeskedni kell, de mégsem te vagy, és mégsem ezt akarod. Tehát én azt kívánom, hogy mindenki lássa meg a félelem nélküli életet, mindenki találja meg, hogy tényleg mi a dolga, találjon egy olyasféle egyévválási élményt, amitől test, lélek és tudat egyaránt energiát kap és felfrissül, és azt kívánom, hogy a tudat megvilágosodásának és letisztulásának az útján továbbra is együtt haladhassunk, hogy segíthessünk magunkon, és ezen a világon egyaránt. Köszönöm a figyelmet!